Nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket! Önök VNTV-t, a Viva Natura televíziót látnak, ezen belül is az Étektől Lélekig című adásorozatunkat. Kedves vendégem Lénárd Gitta, üdvözöllek, szervusz! Gittát nagyon sokan ismerik ma már Magyarországon, annak köszönhetően, hogy egyrészt ő alakította az Étel Akadémiát, vagy a Nyers Étel Akadémiát. Nyers Étel Akadémiát. Másrészt annyi jó recepttel és könyvvel elláttad a vegetáriánusokat, vegánokat, hogy ez az új vonal, ami nem is új vonal a világban, hanem Magyarországon gondolják, hogy új, nagyon sok esetben a te nevedhez köthető, nagyon sok kísérlettel új recepteket hoztál létre, mert hogy azon kívül, hogy egészséges legyen is finom. Mi a te arcpolitikád? Pontosan ez. Tehát ami egészséges, az legyen finom is, szép is, és ezt próbálom megvalósítani így a mindennapokban. Fontos, hogy az étel legyen szép, amit elfogyasztunk? Annak van ugyanúgy valamilyen élettani hatása, hogyha egy szép ételt fogyasztok, mint hogyha valami zacskóból kirántott, szintelen, szaktalan anyagot viszek táplálékként a testembe? Abszolút. Tehát, hogyha az ember elkezd enni, akkor nem csak a szájával érzi az ízeket, nem csak az orrával érzi az illatokat, hanem lehetőleg minden érzékszervével kell. A szemével ugye a szépséget tudja érzékelni, mondjuk a fülével nem tudom mit, de szerintem ennek teljes élménynek kell lenni. A magyaroktól, illetve a magyar gasztronómiai szokásoktól elég idegen a vegetáriánus és vegán táplálék, és amikor a szemünkkel kapunk étvágyat valamire, általában itt mindig csülkök, sonkák és mindenféle dolgok jelentek meg a magyar gondolat és elmevilágában korábban. Egyre többen térnek át a vegetáriánus és vegán táplálkozásra. Először is mi a különbség a kategóriák között? Van laktovegetáriánus, vegetáriánus és vegán és nyers étel táplálék. Tehát tegyünk már ebbe egy kis tiszta lapot, hogy mit kell ezzel érteni. Igen, ezt nagyon sokan összekeverik, vagy összetévesztik. Vegetáriánus az, aki csak húst nem fogyaszt. Tehát csak a húst és a húskészítményeket hagyja ki az étrendjéből. Laktó-vegetáriánus, aki tejet sem fogyaszt, de tojást igen. Az óvó, aki tojást igen, de tejet nem. És a laktó-óvó-vegetáriánus pedig, aki tejet sem és tojást sem, de gyakorlatilag az a vegán. Aki ezeket sem, és a vegán életmód az gyakorlatilag nem csak a táplálkozásról szól, hogy mit eszünk és mit nem, hanem a vegánok nem használnak semmilyen állati eredetű dolgot sem a háztartásban, sem a ruházatban, tehát ott nincsen bőrkészítmény, vagy szörme, vagy ilyesmi. Ők az egész filozófiájukat az állatok védelmére fókuszálják, tehát azért nem fogyasztják és azért nem használják ezeket a dolgokat, mert a természetet és az állatokat védik. Tehát ez a legfontosabb. A nyers ételeknél pedig az a lényeg, hogy nem hőkezeljük az alapanyagokat, és a tágabb értelembe vett nyers étkezés nem is vegán, tehát én hallottam már nyers tej, nyers tojás, sőt még akár nyers hús fogyasztás, és láttam egy ilyen szakácskönyvet, egy ilyen nagy nyers szakácskönyvet. Tehát az, hogy itt mi Magyarországon, vagy a Nyers Étel Akadémián mi csak növényi alapú étrendet folytatunk, az a nyers étkezésen belül is egy vonal, egy kis szeletke. Ugye az első lépcső az, hogy a húson lemondanak általában az emberek, de van még egy magyar étkezési szokás, amit elő szoktak rántani ilyenkor, és azt mondják, hogy a 7-5-6 napján nem esznek húst, csak a hétvégén vágnak egy szárnyas baromfit, és azt teszi a család. Ez már sokkal enyhébb, mert hogy a szervezetet 5 napig kiméljük azért a hús információjától. Tehát ez egy elfogadott és első lépcső az, hogy vegetáriánussá váljunk. Ugye nagyon fontos, hogy a földet kiméljük, mert 8-szor annyi tápanyagot fogyasztunk el, hogyha megeszünk egy csirkét, mint hogyha közvetlenül csak kukoricát fogyasztanánk. A mi kérdésem, itt az adás előtt egy kicsit a jótékony baktériumokról beszélgettünk. A tejfogyasztást nagyon nem szeretjük, mert látjuk, hogy az ősi ásításokból is kiderül, hogy a TBC-t és mindent a marhák révén kapta meg az ember. De mi a helyzet a fermentált ételekkel, amikor már joghurt, kefir formájában fogyasztjuk, és már egy biológiai transformáció által átalakultak azok az anyagok, ami a tejben vannak, a fehérjékre gondolok konkrétan. Hogyha a tejfogyasztás egészségügyi vonalát nézzük, akkor ezek valóban egészségesebbek, ezek a fermentált tejtermékek.
valóban tartalmaznak olyan jótékony baktériumokat, amire az emberi szervezetnek szüksége van. Hogyha azt az oldalát nézzük, hogy az állatokat kihasználjuk, és milyen körülmények között tartjuk, hogy elválasztjuk a borjút a marhától, amikor megszületik, és tehát egyáltalán, hogyha ezt a részt nézzük, akkor én továbbra is azt mondom, hogy nem etikus az állatoknak semmilyen részét fogyasztani. Már is megmagyaráztuk a kedves nézőknek az Ételtől Lélekig című elnevezésünket, illetve Étektől Lélekig, mert amikor én egy földig érő tőgyből kiszipolyozott tejből, egy rabszolgasorsba tartott állat információs energiatartalmát viszem be a testembe, akkor egyértelműen, hogy ez az energia szinte, amikor találkozik bennem, ez ugyanúgy lehúz engem, tehát nem lehetek én se boldog, ha egy boldogtalan tejének a tejéből készült bármit is csinálok. Most jön a nagy vita, hogy a növények is élnek, és a növény elpusztítása ugyanúgy elvileg egy olyan információtartalmat vihet be, ami az embernek az energia szintjét lehúzza. Erről mi az álláspontod? Erről az a véleményem, hogy valóban a növények is élnek, és valóban igaz ez, amit mondtál, de még mindig sokkal jobb növényt enni, mert hogyha állatot eszünk, akkor ez duplán, sőt, nyolcszorosan jelentkezik, mert az állat is növényt eszik. Tehát amíg egy állatot felnevelünk, nyolcszor annyi növényt eszik meg, mintha mi közvetlenül fogyasztanánk el ezeket a növényeket. Tehát azt semmiképpen nem ússzuk meg, hogy valamilyen növény ne pusztuljon el, hiszen valamit enni kell. De még mindig sokkal jobb választás egy növényt enni, mint az állatot. Mikor elfogadjuk a teremtés filozófiáját, akkor a teremtő azért adott az embernek mindenféle növényeket és állatokat, barmokat, úgy írja a Biblia, hogy ezzel táplálja magát és családját című dolgokat, csak a szentség az, ami hiányzik már sok esetben a táplálkozásból, meg ahogy hozzányúlunk úgy a növényekhez, mint az állatoktól. Lénár Gittával beszélgetünk arról, hogy tulajdonképpen mi a vegetáriánus és vegán életmód közti különbség, illetve mi az igazi út, hogyha egészségesek akarunk maradni. És a 21. század elején, az aranykor küszöbén, amikor az élelmiszerek információtartalma befolyásolja az egészséget, nem mindegy, hogy mivel tápláljuk a testünket, ezáltal a lelkünket. Menjünk egy kicsit tovább. Miért hoztad létre ezt a Nyers Étel Akadémiát? Mi volt a motivációd? Amikor én megismertem a nyers ételeket és a rám kifejtett hatásukat, én rögtön azt éreztem, hogy ezt minél több emberrel meg kell ismertetni, és minél több emberhez el kell juttatni ezt az információt, hogy sokkal egészségesebbek, sokkal vitálisabbak, sokkal jobban fogják magukat érezni a bőrükben, hogyha minél több ilyen ételt fogyasztanak. És én ezt el is kezdtem otthon, egy blogot kezdtem elírni, utána szépen megjelentek a könyvek, és egy idő után úgy éreztem, hogy én egyedül ehhez már kevés vagyok. És akkor összefogtam barátokkal, és akkor ezt üzletbe ültettük gyakorlatilag, és ebből csináltunk egy ilyen üzletet, egy vállalkozást, aminek keretében most már nagyon sok ételt, nyers ételt készítünk, és az emberek meg tudják rendelni, házhoz tudják rendelni, tehát elérhető számukra is. Tehát elértem gyakorlatilag az egyik célomat, hogy lehetőleg nagyon sok emberhez eljutassam. És nem csak az információt, hanem magukat, ezeket az elkészített kész nyers ételeket. Tehát országosan lehet kapni ezeket, vagy egyelőre Budapesten? Egyelőre Budapest és Budapest környékén, de tervbe van véve, hogy persze bővítjük ezt a kört. Ugye tudni kell rólad, hogy te számos könyvet írtál, mikor jelent meg az első könyved, és beszélnél egy kicsit a könyveiről, és most mire dolgozol? 2010-ben jelent meg az első könyvem, és utána el lehet mondani, hogy évenként hoztam egyet a piacra. Az élő ételek könyve volt ugye az első, élő édességek a második, élő italok a harmadik, és lugosítás élő ételekkel a negyedik. Minden három kedvenc témánk, minden négy, kicsit majd áttérünk erre a dologra is. Tudni kell, hogy a Bienergeti kiadó kezdettől fogva kiadod egyébként? Kezdettől fogva. Hogy találtál rájuk, vagy ők hogy találtak rád? Ők találtak rám. Az interneten már akkor évek óta vezettem a blogomat, ahova nagyon sok receptet föltettem, és minden recept mellé írtam egy kis szöveget, amivel még nagyobb kedvet próbáltam csinálni az olvasóknak a receptek elkészítéséhez, és ez felkeltette az érdeklődésüket. Tehát rátaláltak erre a blogra, és ők hívtak fel telefonon, hogy úgy látják, hogy itt a blogon nagyon sok anyag van, nagyon jó a lelkülete, nagyon tetszik nekik, ahogy írok, és lenne kedvem ebből könyvet kiadni, és hát természetesen volt. És én elmondom, hogy mi hogy találtunk Lénár Gittára, mert hogy nekem nagyon tetszik az, hogy annak a földnek az ajándékaival
ajándékozod meg az embereket, ahol élnek. Tehát minden földnek megvannak a saját maga specifikus növényei, állatvilága, és általában az a fauna, az a mezőgazdasági terület valamilyen összefüggésben van az ott élő emberekkel. Hogy látod ezt a kérdést? Ugyanígy látom én is, tehát elsősorban azokat a növényeket kell fogyasztani, ahol élünk, tehát aminek a környezetében vagyunk. Amikor megismerkedtem a nyers étkezésre, ugye Amerikából jött elsősorban, és kipróbáltam azokat a recepteket, egyrészt nem ízlettek, másrészt pedig úgy éreztem, hogy ez a testemnek nem jó. Nehezen beszerezhetők voltak az alapanyagok. És valljuk be, elég drágák általán. Drágák, szóval. De azt is éreztem, hogy nem, ez nem nekem való, nem jó. És akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy magyar alapanyagokból, a magyar ízlésvilágnak, a magyar fűszerekkel milyen ételeket lehet készíteni. És úgy érzem, és úgy gondolom, hogy ezek sikerültek. Tehát a nyers lecsó, a nyersen elkészített tökfőzelék, nyers zserbó, tehát ami kifejezetten nem csak alapanyag szinten, hanem ízlésvilágban is nagyon magyar. És innentől vagy úttörő a végtelenségig, mert az agyon főzött lecsónkhoz képest a tenyes lecsódban mindenféle vitamin, enzim megmarad. Mennyire fontos a főzésnél, amikor elvesztik a növények a színeiket, akkor mit vesztenek el tulajdonképpen? A színekkel nagyon sok értékes anyagot, az enzimeket elveszítik, vitaminokat, a fehérjék átalakulnak, szénhidrátok átalakulnak, tehát semmiféleképpen nem jó. Nem jó megfőzni. Hát minél természetesebb egy étel, amit fogyasztunk, annál több tud belőle hasznosulni. És sokan kérdezik, hogy elég-e az az egy tányás étel, amit én elfogyasztok mondjuk egy étkezésre. Elég, mert sokkal több anyag tud belőle felszívódni, sokkal többet tudunk belőle hasznosítani, mint a főtt ételekből. Az Esténus Evangéliumban olvassuk, hogy csak az élet tüze által éljektek, és az a paraszt, aki fagyott magvakat vett tavasszal, ősszel csak a halált aratja le, de aki élő magvakat teremt, az életet aratja le, és mindenféleképpen az élőanyagban sokkal több hatóanyag van. Tehát, hogyha én megmérek itt egy szervetlen kötésű kálciumot egy marékkal, vagy oda teszek egy szerves kötésűt egy csipettel, hogy a szervezetem ebből mit hasznosít, egyértelműen, hogy ebből szinte 99%-ba felszívja, ebből meg a töredékét sem. Tehát nem lehet, hogy mit tartalmaz, hanem a kötések nagyon fontosak az élőanyagokban, még élő kötések vannak, amit a szervezet fölismer és beépít, a holtanyagokban, aki színüket vesztették, már csak olyan van, amit rengeteg baktérium segítségével lehet újból beépíteni a szervezetben. Tehát ezért nagyon nagy küldetés a tied, mert hogyha az emberek élő táplálékokat kezdenek el fogyasztani, akkor az egészségük azonnal megváltozik, az energiaszintjük, a gondolkodásmódjuk, tehát minden összefügg. A te életedben ez hogy változott meg? Mióta vagy vegetáriánus, és mit éreztél az életminőségedben ezen az úton? 20 éve vagyok vegetáriánus, vagy már több mint 20. Nyers vegán pedig 6 éve, 5-6 éve. Igen, tehát megváltozik az embernek a gondolkodása, megváltozik az energiaszintje, azt szinte azonnal lehet érezni és látni. Egyfajta ilyen túlpörgés jelentkezik, nem kell kávét inni, nincs szükség kávéfogyasztásra, és este 9-kor, 10-kor még ugyanolyan éber az ember, és reggel én nem is kellek órára, tehát felébredek magamtól, akkor, amikor kell. Tehát olyan energia. És igazából békés harcos vagy. Tehát az, hogy látszik az erő benned, csillog a szemed, de igazából nem kellenek ilyen kitörés, energiakitörések, hanem egy stabil állapotban vagy, és talán ez a legjellemző rád, hogy mindig kiegyensúlyozott vagy, akárhányszor beszélgettünk az életben, mindig ugyanezt a karaktert és ezt a személyiséget láttam. És ezt reggeltől estét tudod csinálni, akkor ez sok embernek szerintem lehet célja. Igen, én is úgy érzem, hogy ez nagyon, nagyon megváltoztatott engem, mert ugye nem voltam mindig ilyen, de táplálkozás nagyon hatással van erre, és ezt nem gondoltam volna, amikor ezt mondták nekem, hogy ezek majd így be fognak következni, akkor úgy legyintettem, hogy nem biztos. Megmondom őszintén, hogy én egy kis merénylettel készültem Linár Gittával szemben, ugyanis mikor az Élő Ételek című könyvedet a kezembe vettem ezelőtt 2-3 éve, mert jó magam is olvasód vagyok, akkor nekem már megérett az a gondolat a fejembe, hogy mi rengeteg szárítmányt készítettünk, hogy tudnánk-e készíteni élő szárítmányokat. Szerinted az élő étel és az élő szárítmány milyen módon van kapcsolatban? Mi lehet ez a közös szállam, összefűzi őket? Hát
az élő, az fűzi őket össze. De mitől élő például egy szárítmány? Tehát mitől mondhatom én erre a kis zöld lötyre, ami itt van előtted, és szinte olyan zöld, egy zöldebb, mint az asztal, hogy ez megőrizte az élőnek némi tulajdonságait? Egyetlen dolog számít, az, hogy 45 fok fölé hevítettük, vagy nem. És hogy összekevertük-e valami mással. Tehát, hogyha egy anyag úgy, ahogy van magában, bármit csinálunk vele, bármilyen fizikai hatás éri, de nem melegítjük 45 fok fölé, az élő marad. Élő marad. Illatanyagában, színhatásában, mindenben olyas hasonlít ahhoz. Hát ugyanilyen nem lehet, mint az élő, de hát ha levágunk egy paprikát a tövéről, az is egy pár napon belül már elveszti az élő tulajdonságait. Az élő szárítmány meg nagyon sokáig megőrzi azt a tulajdonságát, amit az élő korában tudott, viszont vízhozzáadásával megpróbáljuk ugyanazt az értéket képviselni. Van ennek jövője szerinted Magyarországon, hogy nem csak friss zöldségeket, gyümölcsöket, te azt mondod, hogy szinte egészében elérhető, én meg ezzel azt mondom, hogy nagyon sokszor minőségileg nagy mennyiségben nem érhetők el ezek a friss zöldségek, gyümölcsök, azért találtuk ezeket a porokat. Van ennek jövője szerinted, hogy bevonuljon az emberek étrendjébe? Én azt gondolom, hogy felgyorsultak ezek a folyamatok, tehát felgyorsult az életünk, és nem biztos, hogy mindig van időnk elmenni a biopiacra megvenni, nem biztos, hogy mindig otthon ott van az a polcunkon, és ott van a konyhánkban az a zöldség mennyiség, ami egyébként beszerezhető lenne, de pontosan azért nem tudjuk beszerezni, mert dolgozunk, ide megyünk, oda megyünk, tehát felgyorsult az életünk. Én azt gondolom, hogy ennek van helye. Tehát amikor, és pont azért, mert eltartható, tehát megveszem ezeket a porokat, oda teszem a polc, és bármikor oda tudok nyúlni, és tudom használni. Ha friss zöldségekből akarok ételt készíteni, arra előre kell gondolkozni. El kell menni a piacra, meg kell venni. Lehet, hogy egy pár nap után már nem lesz olyan friss, mert lekonyul, elhervad, egy kicsit megpuhul, és már nem lesz olyan az értéke, de én azt gondolom, hogy a kettő együtt nagyon-nagyon jól kiegészítheti egymást. Én örülnék ennek a találkozásnak, és hogyha nem haragszol meg ezért, hogy itt a nyilvánosság előtt felkérlek arra, hogy ezek a porokkal megajándékozva készíts nekünk egy pár receptet a te gondolkodásmódod szerint magyaros ízekkel, belépítve esetleg a könnyen elérhető, otthon tartható zöldségekkel, hogy lehessen valamit harapni a te szavaiddal. És én nagyon örülök ennek a találkozásnak, mert az élő étel és az élő szállítmányok valami módon édes testvérek, és ha valóban tényleg otthonra hosszú távon eltartható, de azonnal tápláló, vitamingazdag, enzimekben gazdag, illatos, energiadús táplálékot tudunk csinálni, akkor ennek van jövője ennek az élő szállítmánynak. Én is azt gondolom. Kedves nézőink, Lénár Gitával beszélgettünk, aki azon kívül, hogy 20 éve vegetáriánus, most már 6 éve vegán, egy olyan fajta gondolkodásmódot sajátított el, amelynek mi mindnyájan magyar honfitársaink az előnyét érezzük azáltal, hogy a nyers ételeknek megcsinálta a magyaros ízek, a magyar anyaföldben található növényekből készíthető táplálékait, és ezáltal óriásit léptünk azon az úton, hogy mi is egészségesebben és hosszú távon energikusabbak és boldogabbak legyünk. A boldogság és a táplálkozás között mi az összefüggés szerinted? Szerintem ez ma már elhangzott, tehát hogyha... Olyan jó hallani! Hogyha figyelünk arra, hogy például ezt jelent a vegánság, hogy boldogtalan állatok, boldogtalan testét ne fogyasszuk, akkor szerintem jó úton haladunk. Én még azzal is kiegészíteném, hogy a vegyszerezett földben permetezett és vegyszerezett növények sem boldogok. Tehát törekedjünk arra, hogy lehetőleg organikusan termelt, a föld igazi erejét tartalmazó és a föld igazi erejét hasznosító növényekkel tápláljuk testünket. És akkor már egyenes út van a boldogsággal. Ugye a szimbiózis, amiben együtt élünk a természettel, az emberek nem csak vegyszerkezelt ételeket esznek, hanem az embereket is a gyógyszerek, az oltások és mindenféle permetszerek, amit sok esetben parfümnek hívunk, meg krémeknek, egy ilyen ugyanilyen vegyszerkezelt boldogtalan állapotban vannak, és ez a két energia szint általában vonzza egymást, azért sokszor megeszik azt a junk foodnak mondott szemétételeket, ami utána az egész társadalom szintjét lenyomja, és ezt a boldogság kérdést azért vettem elő, mert minden ember boldog akar lenni, és akkor tudunk csak tudatosan éberek lenni, hogyha állandóan egy bizonyos energiaszintet valósítunk meg az életünkben és az ételünkben. Így van? Ez itt a közös szál valahol. Igen, ezt így gondolom én is. Kedves nőzőink, Lénár Gittával beszélgettünk, de ígérem önöknek, hogy itt a étektől lélekig
adásaiban még találkozhatunk vele, egy-két közös receptet is elkészítünk, és szeretném őt megkérni, hogy az élő szárítmányokkal kapcsolatosan készítsen nekünk is egy apró kis füzetet, amit önöknek nagy szeretettel átadunk, illetve önök már elég régóta fogyasztanak élő szárítmányokat. Az önök receptjeit is nagy szeretettel várjuk ebbe a könyvbe, és természetesen, hogyha Gitta és a saját ízlésünknek megfelel, akkor belekerülnek az önök receptjei is. Önök VN televíziót láttak, nagy szeretettel köszönöm, hogy itt voltál még egyszer. Én is köszönöm. És remélem még találkozunk hamarosan. Viszontlátásra!